Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túló részvevőket is. Én Bartha Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Bartha Tusek Nébolya vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, viszont mára a PPH tanulószervezéssel foglalkozunk fő tevékenységben. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasok vagyunk, 27 éve, ha jól tudom. Jó, oké. Nehogy eltéveszem. Van egy kislány. Igen. Nekem a PPH előtti foglalkozás még kereskedelmét végeztem, és mint ahogy a férjem elmondta, hogy már családi vállalkozásunk, a PPH tanulói szervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót. Úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, úgyhogy az érthető is. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szelacsik Miklós mesterkócs, jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Egyetértés hiánya. Békesség hiánya, etikátlanság, elnyomás, szeretet hiány. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Mert hogyha a jó emberek nem tesznek azért, hogy jó felé haladjon a világ, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Ami éppen folyamatban van, ha látjátok, ha nézitek. De ez egy univerzális törvény. Hogyha az értelem nem tesz azért, hogy valami javuljon, akkor az nem fog javulni. Gondold végig, mondjuk, hogyha nem takarítanál otthon. Hogy néz neki egy idő után a lakás? Ha? Tehát akkor otthonunkat ápolni kell? Gondozni kell? Mondjuk egy virágot nem locsolnál, mondjuk, ami egy ilyen cserépben van. Mi lenne vele? Elszáradna, így van. Vagy mondjuk nem mosokadnál jó hosszú ideig. Akkor mi történne? Az emberek így kezdenének tőled eltávolodni, nem? De vagy például nem menné, mondjuk, nem vágatnád le a hajadat, nem?
Hogy néznék ki egy idő után? Hát gondold végig, hogy, hogy mindent gondozni, ápolni, javítani, fejleszteni kell. Mert ha az emberek ezt nem csinálják, akkor visszaépül. De milyen alapon csináljuk ezt? Mit tudom én, mondjuk a növényedet miért gondozod? Hm? Mert szereted, így van. Mondjuk a lakásodat miért gondozod? Mert szereted, nem? Magadat miért gondozod? Mert szereted, nem? Nem? Tehát mi alapon működik ez a gondoskodás? Szeretet alapon. És ha a szeretet elvész, akkor elvész ez a gondoskodás, nem? Gondold végig. És valahogy, mintha tennének azért, hogy elvesszen a szeretet, nem? Gondold végig. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyre kevesebb és kevesebb a szeretet, nem? És ezáltal a teremtés, tehát a javítás, a gondoskodás, az csökken. Az csökken. Ha megnézed, ugye egy érdekes világban élünk. Egy nagyon érdekes világban élünk. Tehát mi itt élünk azon a földrészen, ahol a legtöbb fehér ember él. Tehát itt él a legtöbb fehér ember. Ugye a második legtöbb fehér ember az Észak-Amerikában él. Tehát ugye a fehér faj az innen indult el. Európából. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy európai faj. Nem a fehér. És akkor így be lehet azonosítani, nem? Tehát van, feketék vannak, azok honnan? Afrikából. Vannak a sárgák, azok honnan? Ázsiából. Oké? Tehát ugye jellemzően, meg ugye még voltak a részbőrűek, ugye azok meg hol voltak? Amerikában. Így van. Na szóval, ugye itt van a fehér faj, és hát ugye van még egy másik, egy ilyen kevert faj, az kevert, az a, tehát az nem tiszta faj, tehát a barna, az egy kevert faj. Itt vannak a barnák. Ugye ide sorolandók az arabok, indiaiak, ugye Indiába sorolhatók a cigányok, hát onnan származnak. Onnan származnak. Tehát ez bebizonyított tény, hogy onnan származnak. Tehát ők egy indiai faj. Tehát Indiából. Jó, tehát gyakorlatilag ugye vannak a megnézzük, akkor ugye a barnák, a feketék, fehérek, sárgák. És ha megnézzük, akkor ugye a legmagasabb életszínvonalra a fehérek emelkedtek. Nem? Tehát messze. És hát érdekes dolgokat lehet tudni a fajokról, avval kapcsolatban, hogy ugye a fehér az egy olyan faj, amely egy idő után lerázza magáról a diktatúrát. Ha megnézed, az arabok diktatúra nélkül nem működnek. Ha megnézed a feketéket, diktatúra nélkül nem működnek. Ha megnézed a sárgákat, ők sem működnek diktatúra nélkül. Tehát ami azt jelenti, hogy ebben a másik három fajban nem működik az a fajta működés, ami a fehéreknél működik. Tehát ez ilyen demokrácia-szerűség, amiben ugye működünk. És hát ugye élünk egy olyan világban, ahol a fehéret össze akarják keverni. Mondjuk a barnával, a feketével, sárgával. De miért? Miért akarják összekeverni?
Tehát mi baj van a fehér bőrrel? Nem a fehér bőrrel van baj. Hanem az, hogy a négy faj közül messze a legöntudatosabb a fehér. A fehérnek viszont alacsonyabb a közösségi tudatszintje. Alacsonyabb. A másik három fajnak magasabb a közösségi tudatszintje, és alacsonyabb az ön tudatszintje. Tehát gondold végig, ha megnézed, mondjuk a barnát, barnákkal találkozhattál itt Magyarországon gyerekkorod óta, mondjuk ha egy barnát támadást ér, akkor egy pillanat múlva ott van az összes. Ez a közösségi tudat. Ugyanez van a sárgákkal, ugyanez van a feketékkel. A fehéreknél ez sokkal kevésbé van jelen. Na most viszont amiatt ugye lehet látni a különbséget. Mert ahol közösségi tudat van, ott a közösség szempontjai a fontosabbak. Ezáltal az egyén életszínvonala nem tud olyan magasságokba emelkedni, mint ott, ahol kevésbé fontos a közösség, és sokkal fontosabb az én. Tehát az öntudat. Mert nyilvánvaló, hogy akkor tud az ember nagyobb eredményeket elérni saját maga, ha van kellő öntudata. Mert közösségi tudatnál az működik, hogy hát mindenki boldoguljon. És úgy nagyjából egyformán. Az öntudatos az elsősorban azt akarja, hogy ő boldoguljon. És nem nagyon foglalkozik azzal, hogy más hogyan boldogul. Na most ennek viszont van egy másik oldala is, hogy emiatt, az ilyen működés miatt, ugye mivel az öntudata magasabb a fehérnek, jóval, mint bármely más fajnak, ezért nem tűri a diktatúrát. Hanem, ugye azt a fajta működést jobban tolerálja, ahol neki van, mivel én tudat, öntudatról van szó, neki szüksége van arra, hogy ő beleszóljon, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy beleszólhat a hatalomba. Egy közösségi tudatú ember nem akar beleszólni a hatalomba. Hogyan szólhat bele egy ember a hatalomba? Hát a választások útján, a szabad választások útján. Nyilvánvaló. Tehát ha közösségi tudatuk van a fehéreknek, lenne, akkor nem érdekelni őket, hogy válasszunk, hogy szabad választások legyenek. Érted? És ha megnézitek, ugye betelepítés folyik a fehér régiókban, nem csak Európában, hanem Amerikában is. Tehát komoly betelepedési hullám van. Ez a betelepítési hullám, ez nem betelepedési hullám, ez betelepítési hullám. Az azt jelenti, hogyha megnézed, ugye a fehérek elmentek Amerikába, kiirtották a részbőrűeket, és utána uralták a kontinenst. Majd behozták a feketéket rabszolgának, és teljesen szétválasztották a két fajt. Ami azt jelenti, hogy nem keveredtek.
sok-sok évtizedek keresztül, inkább mondhatjuk azt, hogy hát szinte évszázadokon keresztül nem keveredtek. Majd elérték azt propagandával, hogy keveredjenek. Ebből lettek ott a barnák. Oké? Okay? De ugye természetesen a maradék részbőrűvel is keveredtek, ugye Amerika szerte, és most nem csak Észak-Amerikáról beszélek, a fehérek. És ha megnézed, például Dél-Amerikában kiválóan látható, hogy ott ugye jóval kevesebb a fehér, és jóval több a barna, tehát a kevert. Hogy egyszerűen nem tudnak működni diktatúra nélkül. Pedig ott is, ugye túlnyomó többségben régen, ugye Amerika felfedezése után, és mikor ugye a indiánokat kiirtották, akkor hát a fehérek voltak többségben. És már nem a fehérek vannak többségben, hanem a barnák. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy Európában a déli népek miért barnák? Nem azért. De azért, mert évszázadokon keresztül arab hatalom alatt álltak. Az összes déli nép. Mondom, évszázadokon keresztül. Ami azt jelenti, hogy összeházasodtak a fehérek, meg az arabok. És abból lettek a barnák. Oké? Okay? Ami nem olyan barna, mint az arab, de nem is fehér. Világos? Tehát a fehér az igazán egyetlen öntudatos nép. Ennek van előnye, van hátránya az öntudatosságnak. Mi a hátránya? Hát a közösségi együttműködés hiánya. Ez a hátránya. Ugyanis a fehér az alapvetően úgy gondolkodik, hogy én boldoguljak. Tehát ha megnézitek, nagyon érdekes. Van 13 család a világban, amely irányítja a bolygót. Az összes háború, nagy háború, az ő háborújuk. Nem a népek háborúja, hanem az ő háborújuk. Tehát a második világháborúban megnézitek, az angol király és a, nem a második világháborúban, bocsánat, az első világháborúban, az angol király és a német császár, azok unokatestvérek voltak. Unokatestvérek. A nagyanyjuk közös volt. Érted? Ami azt jelenti, hogy családok háborúztak. Tudod miért? A hatalomért, a területért. Mert a terület az egyben hatalom is természetesen. Tehát ez a 13 család nagyon érdekes. Az öntudatról beszélek. Mind a 13 család, amely jelenleg irányítja a világot, és felosztották maguk között a világot, és amikor az egyiknek megnő az öntudata, akkor ugye meg akarja szerezni a másiknak a területét. Ugye ilyen családok, mondom, hogy tiszta és világos legyen. Jó? Tehát Rothschild család, Rockefeller család, jó? Kennedy család, Windsor család, Romanov család, Warburg család, Morgan család, kívülről most nem várjátok, hogy elmondjam a 13-at, csak az ismert, tehát neveket mondom. És nagyon érdekes, hogy mind a 13 család fehérbőrű. Nincs köztük fekete, barna vagy sárga. Az nincs benne a 13 családban. Nem érdekes? Miért?
Mert az öntudat azt eredményezi, hogy én, az én családom, az enyém. Oké? És az együttműködés ezáltal a fehéreknek nehezebb. Na most, de mit hoz egy nagyobb öntudat? Mit hoz egy olyan, hogyha azt mondják, hogy én, vagy az én családom, és a többi le van fütyülve, akkor azt úgy hívják, hogy elnyomás. Világos ez? Tehát ma a világban azért van elnyomás, mert 13 túlzottan öntudatos család kezébe kaparintotta a bolygó irányítását. Mikor te azt gondolod, hogy az Amerikai Egyesült Államokat az amerikai elnök irányítja, akkor eddig soha nem volt ilyen nyilvánvaló, hogy ez nem igaz. Ugyanis láthatja mindenki, hogy hogy irányíthat a világot egy olyan elnök, akinek baj van az agyával. Érted? Hogy? Érted? Tehát hogy? Tehát ami azt jelenti, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon. Érted? Tehát oda raktak egy bábot. Érted? Egy bábú. Így nem csinál olyat, amit a háttérhatalom nem akar, hogy csináljon. Érted? Mert az elnökök bizony csináltak olyan dolgokat, amit a háttérhatalom nem akart, hogy csináljon az elnök. Mégis csinált. És ezért volt az, hogyha sokat csinált olyan dolgot, amit a háttérhatalom nem akart, akkor kiiktatták, mondjuk lelőtték az elnököt. Ja, nem mondanám, hogy a 13 család része a Kennedy család. És a 13 családnak van egy, az első család a 13-ból, azt úgy hívják, hogy annak a családnak a fejét, az első számú vezetőjét annak a családnak, úgy hívják, hogy Pindár. Nem Pindur. Pindár. És az azt jelenti, hogy ő mondjuk azt, hogy a 13 családnak az elnöke. Érted? És a Kennedyéket azért tették el láb alól, mert ugye az Kennedy mint elnök, azért mondom Kennedyéket, mert két testvért tettek el láb alól. Az elnök, Kennedy mint elnök, azért mit akart? Ő akart lenni a Pindár. Világos ez? És azt akarta, hogy ne a Rothschild család legyen az első család a Földön, hanem az amerikai hadseregre támaszkodva a Kennedy család legyen az első a Földön. Oké? És ő legyen a Pindár. Oké? Természetesen ezt nem fogod hallani a történelmi órákon. Oké? Tehát, ezt csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy mi folyik itt a világunkban. A világunkban hatalmi harcok folynak, ami azt jelenti, hogy a Rothschildok akartak terjeszkedni, mi Rothschild fennhatóság alatt vagyunk, a Rothschildok akartak terjeszkedni Ukrajnán keresztül, Oroszország felé, de az Oroszország az a Romanov terület akármilyen hihetetlen még mindig. Volt egy időszak, amikor Lenin révén átvették a hatalmat a Romanovoktól. Oké? Szó szerint a Rothschildok. Lenin által. De jelenleg, tehát még Jelcin is
Rothschild volt, mármint Rothschild Bérenc. De már, ugye Putyin az Romanov. Nem Romanov, csak a Romanov család irányítása alatt áll. Világos ez? Szóval, ha megnézed a háborúkat, akkor ez családok háborúzása volt. És felhasználták erre a népet. A tudatlan népet. Oké? Most is ugyanez van. Ez a háború, ez arról szól, hogy felhasználják a tudatlan népet. Tehát érdekes világban élünk, át kellene ezt látni. Na most, de azért kellene átlátni, hogy lásd, hogyha jó emberek nem tesznek semmit, akkor ez a világból mi lesz? Hova jut az emberiség? Tehát van 13 olyan szuper öntudatos család, amely körülbelül azt akarja, hogy maradjon 500 millió ember a bolygón. Mert az bőven elég ahhoz, hogy őket kiszolgálják. Nem kell 8 milliárd, vagy 8,5. Érted? És ezt nem kell elhinni. Nézz utána. Jó? Tudod, mióta tervezgetnek olyan dolgokat, hogy mennyinek kellene a bolygó lakosság? De kimondják. Mit tudom én, ezek a hogy hívják a Facebooknak a vezetőjét? Zuckerberger, meg ilyenek, meg Musk, meg Elon Musk, kimondják simán, hogy mennyinek kéne lenni a lakosságnak. Hát a Zuckerberger meg Rockefeller dinasztiához tartozik. Tudtátok? Hát persze. Persze. Hát ezért tudott létrehozni egy akkora hálót. Közösségi hálót. Oké? Okay? Mert Rockefeller családhoz tartozik. Szóval, na most gondold végig, csak ezekről a családokra egy-két gondolat, mondjuk a Rockefeller családról. Meg majd beszélek egy kicsit a Rothschild családról is. Mondjuk kezdjük a Rothschild család, mert azt csinálta régebben. A Rothschild család azt csinálta, hogy már akkor volt, lehetett fogadni, hogy mondjuk a Waterloo-nál kigyőz. És mit csinált a Rothschild? Már tudta, hogy a franciák elvesztették Waterloo-t, és azt híresztelték el, hogy győztek a franciák. Erre elértéktelenedett az, és mindenki eladta bagóért a részvényeit, vagy mi a manót, papírjait, érted? És utána kiderült, hát mégiscsak a franciák veszítettek. És utána az ő bagóért megvásárolt részvényei, mit tudom én, hány százszorosát érték egy pillanat alatt, és innen indult el igazából a gazdagodásuk. A Rothschild családnak. Oké? Okay? A Rothschild család miatt buktuk el 1848-at, 49-et. Miért? Mert a Rothschild bankárnak nagyon sok pénzzel tartoztak az osztrákok, meg az oroszok is. És képzeljétek el, ha a magyarok kiváltak volna monarchiából, akkor az osztrákok nem tudták volna kifizetni a tartozásaikat. És ezért a Rothschild család intézte el, hogy az oroszok segítsenek az osztrákoknak. Oké? Okay? Hát nem az osztrákok intézték el, nagy tévedésben éltek. Jó, tehát a történelem hamisítás, az mindig folyt.
És akkor mondom a Rockefellereknél, tehát a Rockefeller a egyik legnagyobb, legtöbb pénzt nyújtotta a náciknak. Tehát a Rockefeller támogatás nélkül a nácik nem tudtak volna hatalomra kerülni, és nem csak hatalomra kerülni, hogy nem tudták volna azt a hatalmas fejlesztéseket megcsinálni, amit megcsináltak. Miből csinálták ezt? Úgy, hogy az egész amerikai olajkitermelésnek a 70%-a az a Rockefeller család kezében volt. Tehát ők voltak a leggazdagabb család az USA-ban. És akkor hoztak a háború alatt egy törvényt, ugye az amerikaiak, hogy lecsökkentették, hogy hány százalék lehet magántulajdonba, tehát egy család magántulajdonába. És tudod, mit csináltak? Keresztrészvényeket vásároltak. Tehát az Eagle Farbe megvette az amerikai, tehát az egy német gyógyszergyár. Oké? Megvette az amerikai, tehát a Rockefeller részvényeket. Oké? És a Rockefeller meg megvette az Eagle Farbének a részvényeit. És mivel óriási részvénycsomag lett neki, tehát óriási vagyon került gyógyszergyárba, ezért kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha a kőolajat felhasználnánk gyógyszer alapanyagnak. És azóta is a kőolaj az gyógyszer alapanyag. Ezért van annyi mellékhatása a gyógyszereknek. Na szóval, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag addig alig volt szükség gyógyszerekre, mert természetből szedték a gyógynövényeket. És Rockefeller elérte a világ nagy részén, hogy a gyógynövény szedést betiltsák, és kuruzslásnak minősítsék a természetgyógyászatot. Ilyen családokról van szó. Oké. Okay. Rockefeller még annyit is érdemes tudni, hogy az apja kölcsön kért tőle, ez még valamikor a 1800-as években, vagy 1900-as évek, nem, a 1900-as évek elején, első felében volt. Apja kölcsön kért tőle, és uzsora kamatra adott kölcsönt az apjának. Oké? Okay. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, ilyen családok vannak a világban. Habsburgok is ide tartoznak, ebben a 13 családban, ha nem tudnád. Tehát a Habsburg család. És ha így most összeírtad már lassan, akkor már lassan mindent elmondtam. Jó, tehát... Lényeg, hogy... Ja, izé is benne van. A Fiatnak a tulajdonosa, tulajdonos családja. És hirtelen nem jut eszembe a nevük. Anyeliek, így van, azok is benne van. 13 családban. Jó, tehát azért kellene valahogy ezt átlátni, ezeket a dolgokat, hogy azt lássátok, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz mit fog csinálni? Ha eddig mit csinált, mit fog csinálni a jövőben? És az emberek mit tudnak csinálni? Hát az emberek nem tudják azt csinálni, hogy fellázadnak. A mensenek sem értelme. Tehát a fellázadásnak nincs értelme. Tehát minek van értelme? Gondolkodásnak van értelme. Csak a buta, tudatlan ember az nem tud gondolkodni. Érted? Tehát ahhoz, hogy gondolkodjunk, eszesedni kellene. Érted? És mit jelent az eszesedés? Nem a történelmi évszámokat kell fújni kívülről,
Meg nem verseket kell tudni szavalni. Ha csak nem vagy szavaló művész. Hát akkor mi? Hát az ember és életismeretet kellene tudni. Tehát ismerni kellene az ember működését. A saját működésedet. De el kellene kezdeni. És meg kellene ismerni az emberek működését is. Nem kismillióféle működése van az embernek, nagy tévedésben éltek. Az ember több mindenben azonos, mint amiben különböző. Ráadásul vannak típus emberek. Oké? Tehát különböző típusú emberek. Akkor ott van az életműködése. Az elsősorban azt mondanám az élet működésével, hogy energiák működése. Oké? Hogy hogy működnek az energiák? De nem azokra az energiákra gondolok, amit tanultál fizikából. Azokra az energiákra gondolok, amit úgy hívnak, hogy teremtő energia. Vagy az ellenkezője, a romboló energia. Tehát azt gondolnád, hogy a romboló energia az, hogy mit tudom, föl van állítva a dominó, és akkor lerombolod. Az egy romboló energia. Nem. Amikor a gondolatunkkal rombolunk. Amikor a gondolatunkkal teremtünk. Érted? Szóval ezeket kellene tudni az embereknek. Fel kellene ismerniük a saját képességeiket. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb és több egy embernek a képessége, mint amit valaha gondolta, hogy neki lehet olyan. Vagy akár gondolta, hogy más embernek lehet, hogy van olyan. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a tudás az azért van elnyomva, mert a tudatlan embert el lehet nyomni. Könnyedén, sőt, úgy el lehet nyomni, hogy észre se veszi, hogy elnyomják. Ha ezt nem hiszed, akkor talán vissza kellene emlékezni itt a Covid időszakra. Jó? Tehát nekünk most ez a Covid időszak, nekünk embereknek. És a gondolkodás és a butaság közti különbséget tudja mutatni ez a Covid időszak. Mert eddig, 2020-ig, 2020 évelejéig nem tudtunk bizonyítékokat felmutatni a tömegre vonatkozóan a butaságra. De most fel lehet. Világos ez? Nem tudtunk a tömegekre vonatkozóan bizonyítékot mutatni az elnyomhatóságra. De most tudunk. Mert az, hogy mit mesélnek a történelemről, sokan így legyintenek rá. Hát az akkor volt. De ez most volt, nemrég. És ha végig gondolod a politikai butaságot, ami folyik mondjuk itt Európában, ezzel a háborúval kapcsolatban, ami van, ami az oroszoknak nem is háború, csak egy kis konfliktus. Tényleg, szó szerint. Nekik nem háború, nekik csak egy konfliktus. Az ukránoknak háború. Tehát amit művelnek itt a politikusok Európában, ezzel a háborúval kapcsolatban, az a butaság teteje. Az a butaság teteje.
Szóval, tehát, hogy tiszta és világos legyen. De mondjuk a háborúban már belementem egy pár mondat erejéig. Ugye ott nagyon komoly amerikai érdekeltségek keletkeztek 2010 óta. Nagyon komoly európai uniós érdekeltségek keletkeztek Ukrajnában 2010 óta. Tehát onnantól, mikor volt a puccs, most annak az évét nem tudom pontosan, de valahogy így. Tehát volt a ukrán puccs, amikor megdöntötték a megválasztott kormányt. Tehát onnantól el tudták azt érni, hogy az orosz barát kormány helyett egy nyugat barát kormány kerüljön hatalomra. És onnantól kezdve ők óriási a nyugat, tehát Amerika és Európa, Nyugat-Európa elsősorban természetesen, óriási érdekeltségeket hozott létre Ukrajnában. Ez mind az ipar, mind a mezőgazdaság területén egyaránt. Tehát lehetne lassan mondani, hogy gyakorlatilag az ukrán föld az nem ukrán tulajdonban van, hanem nyugati tulajdonban. És ugye a világon ott vannak a legjobb termőföldek. Ezt azért jó, ha tudni. Na most. És ugye megállapodtak még akkor az oroszokkal, mielőtt ez a puccs volt, hogy nagyon nem akarnak települni, stb. Stb. Rakétákat. Nem akar NATO ország lenni. Marad semleges. De orosz barát semlegességgel természetesen. Na ezt az a nyugat úgy fölrúgta, hogy kell. Mint amit már sokszor máskor. És az oroszoknak ebből elege lett. Tehát röviden ennyi. Jó? Tehát röviden ennyi. És gyakorlatilag, ha megnézed ezt a háborút, tehát a saját érdeküket védik az oroszok ebben a háborúban. Oké? És azért kellett ebből háború lenni, mert a nyugat szította. A Putyin beszédben állítólag az benne van, még nem hallgattam meg, a most a legfrissebb Putyin beszédben, hogy az angolok nem engedték a 2022-es béketárgyalást. Oké? Tehát az angolok. Na, akkor mondanám, hogy az angolok nem engedték a béketárgyalást, már rég békében lenne a két ország. De nem is az a lényeg, hanem az angolok nem engedték, az akkori miniszterelnök nem engedte. Az angolok robbantották ki a második világháborút, az angolok robbantották ki az első világháborút. Ha te ezt nem hiszed, akkor hallgass meg egy valamelyik előző előadásomban, ez benne van díjmentesben. De utána is tudsz ennek nézni. Oké, tehát az első világháborút nem az osztrák-magyar monarchia robbantotta ki, nem a németek robbantották ki, hanem az angolok. A második világháborút nem a németek robbantották ki, hanem az angolok. Most is a békekötést az angolok, azok, akik megakadályozták. Oké? Tehát ennyit a drága angol barátainknak, akinek a nyelvét kívülről fújod, majdnem mondtam, hogy mit csinálj velük, jó? Az angolokkal. Az angol az, megnézed, mióta világbirodalom. És a világbirodalmi szerepét fönn akarja tartani. Ilyen egyszerű. Pofon egyszerű. Jó? Windsor családról van szó. Há persze. Ilyen egyszerű. Jó? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, hova lesz ez a világ. Hova lesz a világ? Minél tudatlanabb maradsz,
annál jobb lesz nekik. Oké? Minél tudatlanabb maradnak az emberek, annál hamarabb elérik azt, hogy fődobják a talpukat, stb. Stb. Milyen egyszerű. Tehát miért nem kellene azt megérteni, hogy az emberiségnek szeretet alapon kellene működni? Miért az a jó, hogy konfliktus van emberek, családok, népek, akár települések között, országok között? Miért? Miért nem tudunk szeretet alapon működni? Miért nem afelé megyünk, hogy szeretet alapon működjünk? Tehát a legnagyobb egóval a fehérek rendelkeznek, legnagyobb öntudattal is. De ha szeretet alapon kezdenénk el működni, akkor zsebre tudnánk vágni az egónkat. És ha megnézed, ha szeretet alapon működne az ember, akkor nyitott lenne a fejlődésre. Miért? Mert jó hangulat, tehát láttál te már olyan embert, aki rossz hangulatú és ki tudja mutatni a szeretetét? Láttál te már olyan embert, aki jó hangulatú, tehát nagyon jó hangulatú, és nem tudja kimutatni a szeretetét? Nincsenek ilyen emberek. Tehát nem kellene azon dolgozni, hogy jobbak legyünk, mint ember. Mi az ember? Nem az állatszerű ember, nem az ösztönszerű lény, hanem a tudatos lény, a gondolkodó lény, aki kombinál, aki mérlegel, érted? Aki használja az eszét. Nem úgy kellene működni? Magamról egy-két gondolat. Nem tetszik az embereknek, hogy egyeseknek, hogy magamról beszélek. Miért nem beszélhetnék arról, hogy 84 óta vagyok házas? És képzeld, egy feleségem volt azóta. Milyen maradív gondolkodásra vagyok, képzeld el. Meg a nejem is. És sokkal jobb a házassági kapcsolatunk, mint valaha. Érted? Tehát fejlesztjük a kapcsolatunkat. 40 év alatt is tudjuk fejleszteni fokozatosan. Érted? Vagy miért ne beszélhetnék arról, hogy 87 óta foglalkozom emberekkel? Mert ez igaz. Miért ne beszélhetnék arról, hogy 91 óta van saját szervezésű csapatom? Vagy arról miért ne beszélhetnék, hogy 93 óta van saját cégem, és vezetek azóta, és tanítok is embereket. 93 óta. Tehát miért ma kezdtem ezeket a dolgokat? Vagy miért ne beszélhetnék arra, hogy 94 óta 4 különböző területen lettünk piacvezetők az én vezetésemmel? Ezek tények. Miért ne beszélhetnék arról, ja még menjünk vissza, jelenleg is piacvezető tevékenységet folytatunk. Jelenleg is. Oké? Miért ne beszélhetnék erről? Vagy miért ne beszélhetnék arról, hogy kaptam egy küldetést, ami igaz? 2013 előtt, vagyis 2010 előtt, bocsánat. Kaptam egy küldetést. És a küldetés megvalósításához kaptam képességeket. De vajon miért kaptam küldetést és képességeket? Illetve neked is van küldetésed, csak nem tudsz róla. Csak képzeld el, amikor elkezdtem tanulni a küldetést, akkor rájöttem arra, hogy én a küldetésemet élem. Tehát én előbb tudtam, hogy mi a küldetésem, mint ami előtt tanultam volna róla. Érted? Tehát
kaptam küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket. Vajon miért kaptam képességeket? Hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból. Mi az, hogy fenti forrásból? A képességhez hozzátartozik. Miért ne beszélhetnék erről? Hogy van kapcsolatom fenti létformával. Oké? És soha nem fordult elő, hogy valamiben a tévedésüket észleltem volna. Ez alatt a 13, 14, 15 év alatt, érted? Soha. Tehát közvetlen forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak a szeretet korszakba bejutni. Ezt úgy is nevezik, hogy aranykor. Szeretet korszak. Most a korszakok közül van négyféle korszak. A korszakok közül, igen, négyféle. A korszakok közül a legalacsonyabb szellemi szinten van a társadalom, az emberiség. Tehát ennél sötétebb korszak szellemileg, ami van, nem volt. De ez a sötét középkor is ide tartozott, meg a mai világ is, érted? Tehát egy korszak az nem pár száz év. A sok ezer év általában, érted, egy korszak. És akkor itt vagyunk a legsötétebb korszakban, és annak a végén vagyunk, és akkor vagy átmegyünk egy új korszakba, vagy elpusztulunk, mint emberiség. De azt ne úgy képzeld az elpusztulást, hogy hát majd úgyis mindenki egyszer meghal, hanem úgy, hogy lehúzzák a rolót. Vagy mondhatjuk azt, hogy lehúzzák a WC-n az emberiséget. Érted? Tehát egy olyan korszakba kell bejutni, hogy szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni az emberek. Mert azután a korszak után, amiben vagyunk, ez a sötét korszak, ez a vaskor, ezután aranykornak kell lennie. Oké? És ha nincs, kihúzzák a dugót, érted? Még az is megvan, hogy mikorra kell megvalósítani. Nem, egyedül nem tudom ezeket megcsinálni. És ennek a küldetésnek természetesen ennek a megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket. És ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. És alárendelek. Mindent. Érted? De mindent szó szerint értsd. Jó, és egyedül nem tudom megcsinálni. Társak kellene. Együttműködő társak. Oké? Akikkel együtt megcsináljuk. Azelőtt, mielőtt ez az egész, ez a rész, tehát, hogy kaptam a küldetést, azelőtt már egy csomó olyan írományt olvastam, hát most csomó az túlzás, mondjuk hetet, hogy jövendőlések a jövővel kapcsolatban. Amely azt jósolt annak a nagy része, hogy innen Európából, Európa közepéről, Kárpát-medencéből indul el az a magasabb rendű tudás, amely elviszi az emberiség számára a szeretet, béke, boldogság időszakát. Ezt már akkor ilyenről olvastam, mikor még azt sem tudtam, hogy van küldetésem. Érted? Miért?
Hát mert egy kis történelmi tanulmány jó lenne hozzá, és akkor beszéljünk róla. Mert ha te magyarnak vallod magad, akkor te hun vagy. Hun. Hát Szabolcsban még nem azt mondják, hogy hol vagy, hanem hun vagy. Érted? Szó szerint kimondják, hogy hun vagy. Hun. Hát az egész világ hunnak tart minket. Mindenütt úgy vagyunk, hogy hun. H a jelünk, nem M. Mi nem magyarok vagyunk, hunok. Mi az, hogy nem magyar? Például a nógrádiak nagy része az palóc. Nem magyar. Lent délen, ugye, Erdély déli része, székelyek. Azok sem magyarok, székelyek. Hun, de mind hun. Ott vannak a kunok, nem magyarok, hunok. Jászok, nem magyarok, hanem jászok. Érted? A hun az egy összefoglaló, ezek mind törzsek voltak régen. A magyar is egy törzs volt. Ugyanolyan törzs volt, mint a székely törzs, ugyanolyan törzs, mint a palóc. Érted? De magyarnak nevezzük magunkat. Ki elmész a világban, azt mondtuk mi is, nem is mentünk messzire Európától, azt sem tudták mi az, hogy Magyarország. De amint azt mondtuk, hogy Hungária, Hungary, érted? Nem angolul Hungary, mert az az éhes, tudod. Jó, de az abból származik, hogy a hunok éhesek voltak. Mit jelent a éhessége a hunoknak? Hát, hogy mentek és győztek mindenütt. Érted? De szó szerint. És hát tudni kellene, hogy hunok vagyunk. És a hunoknak tudod, mi volt a eredendő isteni küldetésük? A magasabb rendi tudás eljuttatása az emberiség számára. És kiket tartanak a világon a közvetlen leszármazottjaiknak? Hát minket. Itt az magyarokat, székelyeket, hunokat, jászokat, stb. Érted? Minket. Mi vagyunk a hunok közvetlen leszármazottjai. Egyenesági. Oké? Okay? És egy egyenesági leszármazottnak ugyanaz a küldetése. Ugyanaz a küldetése. Érted? Például megnézem a fiaimat. Én 9-es vagyok. Mind a két fiam 9-es. Oké? Tehát egyenesági leszármazottak, ha egy nép egyenesági leszármazottai, az ugyanaz a küldetés. Tehát nekünk az a küldetésünk magyaroknak, ha már így, így hívnak minket, mi magunkat így hívjuk, mert a világ számára mi nem magyarok vagyunk, hanem hunok. Akkor nekünk is továbbra is az a küldetésünk, mert nem teljesítettük be a történelem során, hogy egy magasabb rendű tudást vigyünk el az emberiség számára. De lehet, hogy te jobban szeretsz gödröt ásni. Vagy nyaralgatni, érted? Most akkor gondold végig, melyik a nemesebb dolog. Magasabb rendű tudást eljuttatni az emberek emberiség számára, vagy mondjuk az, hogy ülsz egy asztalnál, és ott szarakodsz a számítógéppel. Érted? Gondold végig. Vagy bármit csinálsz, neked mindenkinek van egy foglalkozása. Gondold végig. Melyik a fontosabb? Magyarként. Hát a többi nép megcsinál azt, amit akar. Nekünk ez a dolgunk. Magyarként. Ráadásul geológiailag is a hely, ahol van Magyarország, érted? Európa közepén van. Hát onnan a legkönnyebb szétmenni, érted? Nem a Európa szélén vagyunk. No szóval, itt van egy nagy feladat. Tudást kell az embereknek eljuttatni. Ehhez például kaptam olyan képességeket,
hogy mondjuk olvasok valamit, és az emberek számára a nagy része mondjuk nem érthető, akkor lefordítom olyan érthető formában tudom tolmácsolni, nem más nyelven, magyar nyelven. Oké? Ami azt jelenti, hogy az emberek megértik. Vagy, mit tudom én, olvasok valamit, és akkor kapok hozzá információkat. Hát, hogyha az az ember és az élet működésével kapcsolatban fontos. Oké? Tehát gyakorlatilag olyan tudásokat tudok átadni, amit eltitkoltak eddig az emberiség elől. És ez nem nagy képűség. Ezt azok tudják elmondani, akik itt vannak. Ha nem hiszed, kérdezz meg tőlük. De ne azt kérdezz meg, aki tegnap csatlakozott, hanem aki már régebben, jó? És azért megnézed, nekem legalább van előéletem, és vannak eredményeim. A múltban is. Oké? Okay? Tehát nem véletlenül kaptam ezt a feladatot. Akkor is volt csapatom, mikor kaptam. Hát azóta jóval nagyobb. Tehát vajon miért? Mert meg tudjuk csinálni. Ráadásul van egy olyan nyelvünk, ami az emberiség nyelv készletében páratlan. Tehát nem igazán fogsz találni még egy olyan nyelvet, ami a szavában él. Tehát a szavak megmagyarázzák az értelmét. Érted? Annak a szónak. Tehát most mondok egy példát. Tudom én, gondold végig, mondjuk a vasút. Megmagyarázza. Hogy vason van az út, nem? Vasból van az út. És rengeteg olyan szavunk van, amit mi hoztunk létre, magyarok, amit az értelméből, annak a dolognak az értelméből hoztuk létre. És ez nem jellemző. A világ a nyelv készletének nagy része az ilyen kreált. Érted? Hát ott van például a szeretet szó. Szer, etet. Tehát szert, etet. Érted? Az a szeretet, hogyha etetsz szerrel valakit, akkor szereted. Világos? Hát ott van benne, a nyelvünkben. Tehát többieknél, na, gondold végig, a lovéba mi van? Érted? Mi van? Mi? Az hogy épül össze? Drága angol nyelv. Amit a legtöbb ember használ most itt Európában. Nem a világban, mert a kínait használják a legtöbben. Nem az angolt. Oké. Okay. Szóval, gondoljátok végig, hogy mivé válik a világ, hogyha jó emberek nem tesznek semmit. És hát az ebbe az egészbe a peh vagy a szerencse, attól függ, honnan nézi az ember. Én a pozitív oldalról szoktam ezeket a dolgokat nézni, hogy hát ezeket nekünk kell megcsinálni magyaroknak. Innen indul ki. Érted? De most gondold végig, hogyha Magyarországról kiindul egy szeretett társadalmi forma, aranykor, és átveszik a népe. Szerinted az nagy baj lesz az emberek számára? Bárcsak ők is meg tudnák csinálni, csak nem tudják. Tehát, hogyha valaki ismeri mondjuk azokat az élethelyzeteket, amit mondjuk 87-től megéltem, oké? Akkor rájöhet arra, el tudom mondani ezeket mind, rájöhet arra, hogy miért innen indult el. Oké? Miért tőlünk indul el? És ez nem nagy képűség,
Ezek tények. Tehát ezeket, amit itt leírtunk, leírtam, ez tények. Érted? Mert te azt gondolod, hogy az öndicséret büdös. De a tények az mióta? Azt szerinted miért dicséred, hogy te mióta vagy házas? És ha még nem vagy ennyi ideje házas, iparkodj, hogy legyél. Te ennyi. Vagy az a módi manapság, hogy azt mondja valaki, hogy ó, hát én már a ötödik házasságomat élek. Biztos jól tudsz bánni az ellenkező, nem? Akkor tudti, király vagy benne? Csak senki nem kibírja ki melletted, vagy te senki mellett nem bírod ki, most tök mindegy, honnan nézzük. Szóval, ezek a képzések itt vannak, körforgásban vannak, nem maradsz ki belőle semmiből. 26 nagy témánk van, visszamenőleg is meg lehet venni témákat. Vannak nagyon-nagyon fontos alaptémáink, vannak fontos, de nem alaptéma. És olyan módon csináljuk ezt az egészet, amit majd a házigazdáink elmondják, hogy hogy csináljuk, mikor vannak, hogy vannak, mennyiért vannak. Ami bárki számára megfizethető, elérhető. Jó, tehát olyan, amivel tényleg lehet az embereken segíteni, tudás szintjén természetesen. Jó, úgyhogy ha úgy látod, hogy ez a kezdeményezés, ez a szervezet, közösség, ahol az emberek szeretik egymást, ahol tanuljuk az aranykor működését a saját bőrünkön. Ha ez neked szimpatikus, akkor várunk szeretettel. Ha nem szimpatikus, akkor elköszönök tőled, de elköszönök mindenkitől egy szünet erejéig, illetve a házigazdánknak természetesen előtte visszaadom a szót. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus első részt, bemutató előadást. Mindig meggyőződünk róla, hogy élőben itt lenni azért sokkal jobb, mint otthon nézni egy kivetítőről vagy laptopról. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, akinek van lehetősége, az jöjjön el és tapasztalja meg egyszer élőben is, hogy milyen. Ez aztán lehet rászokik az ízre és mindig járni fog. Hát életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azért is, mert rengeteg olyan problémám volt, amiről nem tudtam. És azt hittem, hogy marha jól csinálom. Ugye előtte rengeteg helyen megfordultunk spirituális tanfolyamokon, képzéseken, és ezektől elég nagy arcom lett. És azt hittem, hogy jól csinálunk mindent. Kiderült, amikor ide elértünk a PPH-ba, hogy a párkapcsolatunk nem valami fényes, az anyagi helyzetünk az kicsit romokba volt, és ezt mind rendbe kellett tenni. És hát úgy látszik, hogy a 10 év alatt sikerült is úgy elég rendesen helyre tenni. Vannak még hibák, meg problémák, amiken dolgozunk, de Szedlacsik Miklós segítségével ezeket mind ki tudjuk küszöbölni. És mi a jó még ebben, hogy Szedlacsik Miklós nem csak azt akar elérni nálad, hogy te egy jó tanuló legyél, hanem hogyha van benned ambíció, akkor hozzá tanulókat, akiket majd vezethetsz, te is vezetővé válhatsz, és egy idő után taníthatod is őket, hogyha van hozzá elég kitartásod, meg saját magadhoz türelmed. Mert ugye mindig magunkba törünk bele, nem a másik ember, meg nem egy másik problémában, minden belülünk megy kifelé. És akik kitartóan tanulnak itt, azok mind arról számolnak be, hogy jelentősen az életük jobbá válik, mint ahogy ezt én is elmondtam. Nézzél meg még előadásokat, hogyha most nézed először. Ha betalált valami, akkor kérdezd meg egy PPS-t, hogy azt hogy értette a mester. Mert azok direkt vannak egyébként, hogy ébrezgessük az embereket. Nem nagyon akarnak ébredni, igazi baj? Te hogy látod? Igen, ez valóban így van. De hogy a párom elmondta, hogy élet egyik legjobb döntése volt számomra is, valóban ez életem legjobb döntése volt, amikor én is csatlakoztam a PPA-hoz. Ez 2014-ben volt,
és mint ahogy mondatusak, hogy voltak mindenféle problémáink az életben. Én megmondom őszintén, nekem nem csak az volt a célom, hogy persze a legfőbb cél az volt, hogy a problémáinkat megoldjuk, de bennem az is volt, hogy én ha már itt vagyok ezen a földön, és láttam, hogy vannak emberek, akik tényleg boldogságban, szabad életet tudnak élni, hogy tudom én is azt elérni. És rájöttem, hogy ahhoz, hogy tudjam az életemet jól működtetni, vagyis valóban, hogy egy boldog ember legyek, egy olyan ember legyek, aki tényleg nem csak arról szól az élete, hogy dolgozik, gyereket nevel, hanem valóban éljük ezt az életet, és rájöttünk, hogy ehhez tudás kell. Tehát nem volt ez a megfelelő tudás, hogy ezeket tényleg meg tudjam valósítani az életben. Nagyon sok feljártunk, mint ahogy mondta a párom, de nem volt meg volt a hogy mondják, a motivációk, de nem volt mellé az a gyakorlási lehetőség, ami nagyon fontos, meg a másik az, hogy módszer. Egy olyan módszer, amivel valóban egy boldog ember tudjak lenni, meg tudjam oldani a problémáimat az életben, és itt kaptuk meg a PPH-nál valóban azokat a módszereket, amivel egy boldog, egy szabad ember tudok lenni. Egy olyan ember, és ráadásul olyan módszerek vannak, amit ha továbbadunk a másik embernek, akkor ő is be tudja építeni az életében. Ami a legfontosabb. Mert hogyha nincs meg, oké, felismered a problémádat, ha felismered. Igazából az is nagyon érdekes, hogy amikor jártunk képzésekre, sehol nem volt ennyi felismerésem, mint itt a PPH-ban, és ezáltal tudjuk változtatni az életünket, amikor megvan a felismerés. Mert addig én és mi is úgy voltunk, hogy ha fel is ismertünk dolgokat, akkor úgy voltunk vele, hogy na majd megoldódik. Hát ha erre majdra vársz, akkor az mindig csak majd lesz. Nekem még az is nagyon szimpatikus volt, amikor idejöttem tanulni, hogy a mester. Számomra nagyon fontos volt, hogy egy olyan mestertől tudok tanulni, aki hiteles. Hisz ő valóban, amit tanít, ő úgy él. Neki nincs olyan életterület, ami romokban heverne. És én nagyon büszke vagyok itt, ki volt vetítve, hogy mennyi mindent elért már ebben az életben, és tudjátok, nagyon jó egy ilyen mestert követni, akinek akkora tapasztalata van, és nem csak az ember és az élet működése, hanem a világ, hogy működik. Nagyon jó evel a tudással élni a mai világban, járni-kelni, amikor szembesülünk dolgokkal, lehet, hogy hirtelen húha, de akkor van mihez nyúljak, hogy is oldjam meg. És mindjárt megvan a megfelelő módszer, mivel hogy itt a tanítások által megkapjuk, és így megvannak oldva a problémák. A másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy nem vagy egyedül. Tehát onnantól kezdve, hogyha te csatlakozol a PPH-hoz, valószínű, hogy valaki által csatlakozol. Az a valaki lesz neked a segítőd, a mentorod. És onnantól bármi nem megértésed van, vagy bármi kérdésed van, akkor ő ott van neked. És ezáltal nem vagy egyedül. A mester beszélt arról, hogy van 26 nagy témakör, ezek körforgásban működnek, tehát ide bármikor becsatlakozhatsz. És a képzések minden héten szerdán, vasárnap, mindig. Nincs ünnepnap, nincs nyári szünet, nincs téli szünet. Itt mi mindig evel a dologgal tudunk foglalkozni, és ezáltal van az, hogy egy nagyon gyors fejlődésbe tudunk részt venni, mert hogy mindig evel foglalkozunk. Egy politikai és vallásmentes közösség vagyunk, ahol egy nagyon nemesi cél van, mint ahogy itt már ki volt vetítve és beszélt róla a mester, tehát az aranykor építése, elérése. Szerintem ennél nemesebb cél a mai földön, mai világban nincsen. Amikor arra törekszünk, hogy az embereknek tényleg
át tudjuk adni azt, hogy azt a tudást, hogy hogy tudjanak valóban egy szeretetben, feltétel nélküli szeretetben, együttműködésben együtt élni. És nálunk a PPH-ban egy ilyen közösség van. Mert mi ezt a mestertől megkapjuk, ezt a tudást. Úgyhogy én azt javaslom, nem tudom, a Tandíról annyit még. Az első havi Tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, ami szerintem ez se egy olyan összeg, amit nem lehetne megfizetni. És én azt mondom, hogyha elkezded, és ezt a befektetést úgymond befekteted, akkor sokkal többet kapsz vissza. Sokkal-sokkal többet. Csodálatos embereket. Például most, amikor szoktam beszélgetni emberekkel, akkor felhozzák a politikát, és akkor mondom, ne haragudj, de én nem foglalkozok a politikával, és nem is nagyon akarok ebben foglalkozni, mert nekem más célom van. Nekem az a célom, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, ami előre visz minket. És ebből ezt akarom mondani, hogy azáltal, amit ide csatlakoztunk, olyan emberekkel vagyunk körbevéve, akivel egy a célunk. Például tegnap este is beszélgettünk egy fiatal házaspárral, és nem olyan dolgokról beszéltünk, hogy fú, de borzasztó ez a világ, meg hogy, nem, hanem arról, hogy hogy tudjanak jobban működni, hogy tudjanak jobban, jobb emberekké válni egymással. És tudjátok, evel zártuk a napunkat. És ez mindig így van, mert hogy olyan emberekkel vagyunk körbevéve, és ez nagyon sokat számít, hogy milyen emberrel vagy körbevéve. És itt ebben a közösségben ez is megvan. Tehát az első havi tandíj az 19.700 forint, és a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint. És ezért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Én azt mondom, ha megteheted, akkor próbáld ki legalább egy 3 hónapra, ami most 44.700 forint. Mi azért szoktuk ajánlani ezt a 3 hónapot, mert akkor fogod átlátni igazából, hogy valóban itt milyen rendszer van összerakva. Mert ezt a rendszert sehol nem fogod megtalálni, ami itt nálunk van. Amennyiben szimpatikusnak tűnt számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén, most egyszer betekinthetsz a szünet után a következő coachképzésünkbe, ami most a párkapcsolat, és már a 4. hónapnál tartunk. Ma Valentin nap van, ráadásul biztos, hogy parádés lesz a második rész is. Tehát most van 30 perc szünet, és utána a párkapcsolat coachképzésünk lesz. Tehát mert ezek úgy működnek most, amit néztél, ez egy díjmentes. Tehát itt is nagyon sok információt kapsz, de az, hogy az életedet jobbá tud tenni, az a második részben vannak a tanítási részek. Tehát ott vannak igazából azok a dolgok, ami valóban egy eltitkolt, mert sajnos ezt már iskolába kéne tanítani a gyerekeknek. És sajnos ezeket tényleg eltitkolják, azokat a dolgokat, azt a tudást, ami által az emberek boldogabb életet tudjanak élni. És ezért eltitkolt tudás ez. Hát ha valamiben tanástalan vagy, hogy kezd el, akkor keresd egy szimpatikus PPH-st a Facebookon, rengetegen fönn vagyunk, de már minden social médiában is ott vagyunk. És most segíteni fog neked lépésről lépésre, hogy lehet itt tájékozódni, weboldalon nézelődni, díjmentes előadást nézni, és hogy lehet elkezdeni tanulni, és a többiben is tudnak segíteni neked. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Most lesz a 30 perces szünet, és utána ugye a második rész párkapcsolat 4-jel. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!